Önöknek mint elsőknek kosár is jár. Szépen. Igen. Bizony. Hát akkor valahogy tessék már beletenni. Köszönöm szépen. Sikerült. Muszáj lesz neki. Pénteken a városi képviselőtestület tagjai osztottak almát a dobótéren. A fejenként 2 kg gyümölcs átvételéhez nem kellett más, csak egy EGRI lakcímkártya. Rádióból tudtam meg én is, hogy lehet jönni almája dobótéren. Habis László polgármester mellé Csákvári Antal, Kovács Cseh Tamás és Császár Zoltán is beállt segíteni. Jó szívvel adjuk az almát, mert a város adózó pénzeiből van, tehát az önkormányzat adja. A városi közgyűlés még 2017. novemberében döntött úgy, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészítéseként az önkormányzat tervszerű jótékonysági akciókat indít. Ezek kiegészítik az olyan pénzbeni juttatásokat, mint az iskolakezdési, a lakhatási, vagy éppen gyógyszer támogatás. Azért információnk szerint Egerben is a megélhetési problémák az elmúlt esztendőkben mérséklődtek. Az a meggyőződésünk, hogy egyfajta figyelmesség a testület részéről az, hogy elsősorban az idősebb generáció számára szezonális termékekből nyilván adott mennyiséget biztosítunk az EGRI lakcímkártyával rendelkező polgárok számára. Köszönöm szépen! Nem csak a dobótéren lehetett átvenni az almát. Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, a felsővárosi nemzedékek terén segítkezett a városi képviselőknek. A két helyszínen összesen 1,5 tonna almát osztottak ki.